Az advent nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésére készülünk. A Garai téren Gyurkovics János, a város alpolgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Öröm nélkül nehéz lenne élni, de Isten mindig teremt olyan helyzeteket, amelyek révén megtalálhatjuk az öröm érzését a legapróbb dolgokban is. Advent idején talán a legegyszerűbb, ha segítünk másokon, és minden lehetőséget megragadunk, hogy hálásak legyünk azért, amink van. Örömmel tölthet el mindannyiunkat az is, ha rácsodálkozunk környezetünk, közösségünk értékeire. Kedves ünneplők! Városunk szeretne hozzájárulni az adventi időszak hangulatának, varázsának megteremtéséhez, ezért ebben az évben is igen gazdag kulturális kínálattal, vásárral és műsorokkal várjuk a családokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Fontos számunkra, hogy ezeken az ünnepeken felléphessenek a szekszárdi zenekarok, művészeti együttesek, az iskoláink, óvodáink gyermekcsoportjai, ezzel is bemutatva Szekszárd kulturális gazdagságát. Kedves szekszárdiak, szeretettel biztatom Önöket, hogy vegyenek részt az adventi időszak még hátralévő gazdag és színvonalas programkínálatában, hozzák el családtagjaikat, gyermekeiket a műsorokra, és töltsük szeretetben, békességben a karácsonyig hátralévő napokat. Kaszó Gyula, református lelkész mondott egyházi áldást. Bár karácsony a mindenható Isten emberré lételének, emberként való megszületésének az ünnepe, most mégis egy olyan igét olvasok fel, amelyik az Úr Jézus Krisztus feltámadása után indít. A feltámadott Krisztusról azt vélik a tanítványok, amikor találkoznak vele, hogy szellem. És erre a következőképpen válaszol Lukács evangéliumának tanúsága szerint. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Kedves adventi egybegyűltek, öröm vasárnapjától egyre határozottabban körvonalazódik nem csak az az ajándék, amivel meg szeretnénk lepni egymást, és ezzel emlékezünk arra, hogy megkaptuk a legnagyobb ajándékot Istentől, az ő fiát adta nekünk, hanem körvonalazódik az ünnepi menü is. Az ünnepi menü, aminek nagyon gyakran része a hal, vagy a halétel. Tapasztalatom szerint, amikor megkérdezek valakit, hogy mégis ez miért van, mi okból van, nagy tanácstalanság a válasz, hogy miért is csináljuk ezt. Jönnek az elbizonytalanodásból fakadó megoldási kísérletek, hát már az őseink is így csinálták, már a nagyszüleim is ezt csinálták. Aki egy kicsit vallásosabb, azt mondja, hogy hát a hal azért az valójában egy bőti étel, és az igaz is. Ha egy kicsit mélyebben utána néznénk a dolgoknak, valószínűleg felfedeznénk a családi tradíció gyökereit nem csak a nagyszülőkig menően, hanem az ők, sőt az a szépszülőkig menően is. A vallási tekintetben pedig eljuthatnánk akár az ószövetségi kóser törvényekig, mert a hal az egy kóser eledel. A hal azonban ennél többről szól, főleg karácsonykor. A hal már a bibliai teremtés történetben is az embert megelőző áldás hordozó. Hamarabb teremtette meg az Úristen, mint az embert. És hamarabb kapott a hal áldást, mint az ember. Emellett Isten és ember közötti történetbe bevont valóság a hal. Szolgálatba állított teremtmény, amelyik egyrészt megmutatja azt, hogy az Úristen teremtő áldása egészen mélyre, a tenger mélyének kavargására is le tud nyúlni, fel tudja hozni még onnan is az értéket, és az ember rendelkezésére, életének szolgálatába tudja állítani azt. Szól tehát az Úristen gazdagságáról és gondviseléséről.
Másrészt az Úristen által az ember rendelkezésére bocsátott táplálék, mégpedig olyan táplálék, ami a legszegényebbek számára is hozzáférhető volt. Talán nekünk is eszünkbe jutnak bibliai történetek, ott van például az a történet, amikor nagyon sok ember éhezik, már az a kevesük is elfogyott, ami volt, és van ott egy kisfiú, akinek a tarisznyájában van nem csak 5 kis árpalángos, hanem 2 hal. Mert a legszegényebb embernél is volt egy kis árpa kenyér, meg egy kis hal. És amikor ezt Krisztus előtt kinyitja, Jézus ezt megszaporítja, úgyhogy 5000 ember tart belőle jól. A hal megjeleníti az isteni jelenlétet és csodát. Gondoljunk csak Péter apostol elhívásának történetére. Amikor pedig Jézus a galileai tó partján az apostolokat ember halásszá tette, a hal egyúttal a megtért, a Jézushoz fordult és megkeresztelt ember motívumává, szimbólumává is vált. Jelképesen tehát nagyon mélyen kapcsolódik az Isten ember közösségéhez és a keresztjén mi volt hoz a hal. Nem véletlen, hogy az ókeresztény korban titkos jelképe volt a keresztényeknek. Amikor üldözték őket, és nem vállalhatták fel nyíltan a hitüket, de sejtették egymásról útközben, hogy a másikban talán egy testvér lehet ott, akkor a keresztény ember nem tett mást, mint beszélgetés közben a föld porába vagy homokjába rajzolt egy félkörívet. És hogyha a beszélgető találkozó társa is keresztény volt, kiegészítette ezt a félkörívet egy másikkal, és egy halforma jött létre. Mert ez nem egyszerű halrajzolás volt, hanem hitvallás. A görög halszó ugyanis, és az Új Szövetség görögül íródott, egy mozaik szó. Egy mozaik szó, amelyik hitvallást foglal magába. Görögül úgy hangzik, hogy ichtüsz. De ez nem azt jelenti, hogy én megfáztam és prüszkölök, hanem a hal jelentése mögött mindegyik betűnek van egy üzenete. Az I az Jézus. A Khi a kereszt formája az Krisztus. A Theta az Isten, Theos. Az Ypsilon a fiú, Hyos. A Sigma pedig a megváltó, szótér. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. A hal ezt jelenti. És nagyon sokan nincsenek eznek tudatában. Úgy eszik a halat karácsonykor is, hogy ez egy szép családi hagyomány folytatása, és az is. Mások úgy eszik a halat, hogy ez egy bőti eledel, és nekik is igazuk van, mert az is. De én azt kívánom szívből, hogy amikor hal kerül az asztalunkra, amikor hal kerül az életünkbe, akkor merjük átérni ennek az üzenet többletét, hogy ez egy kapcsolatot jelenít meg az Úristennel. Az ő teremtésének gazdagságával és csodájával, ami elér egészen a mi ízlelésünk, a mi életünk szintjéig, megelevenít bennünket, és egyre inkább kapcsolatba von. Azt kívánom tehát karácsonyi halfogyasztás alkalmával, hogy ne elfeledett és elhanyagolt legyen a halfogyasztás benne, hanem legyen egyre tudatosabb. Vállaljuk fel valóban azt, amit Isten értünk felvállalt. Ő felvállalta a közösséget velünk, hogy meggazdagítson bennünket. Legalább hagyjuk magunkat gazdagodni és gazdagítani, legalább gazdagítsanak azok a hagyományok, amik ott vannak, elevenedjenek meg. A példabeszédet követően közösen gyűjtötték meg a 3. gyertyát. A kulturális programokat Kocsis Tibor műsora zárta. Szeretet a legjobb mentor, fagyos az íde rám nevetsz, felpezseg a vérem, felfog, de addig is megyek.